Üdvözlöm Önöket! A Kunságon élők jelentős része kunnak vallja magát, függetlenül attól, hogy bizonyíthatóan voltak-e felmenői között kunok. Mai adásunkban utána járunk, hogy miként alakult a kun identitás az egykor kiváltságos történelmi kerület lakóinak gondolkodásában. Tartsanak velünk! Marx Éva utána jár, hogy meddig él tovább a hagyományos sztyeppei kultúra Magyarországon. Kassai Kata bemutatja, hogyan próbálták felszabadítani hazánkat a kunok a vörös végromlás alól. Valamint szó lesz arról is, hogyan élhet tovább egy identitás nyelv nélkül. A 13. században menedéket kérnek a kunok IV. Bélától, de milyen feltételeknek kellett megfelelniük a letelepedés során a kunoknak, és mivel járt a szabályok betartása és betartatása? Ezzel kezdünk. Ma már se élő nyelvük, se élő kultúrájuk. A 13. században telepedtek le, itt az Alföldön. Először csak a hadsereget segítik, majd szép lassan beépültek a magyarok közé. Ők a kunok. De lássuk, milyen úton jutottak Ázsiából a Kárpát-medencébe. Belső Ázsiából származnak, és több népnek a keveredéséből, vagy több törzsszövetségnek az összeolvadásából keletkeztek. Ezért is van az, hogy magukban a forrásokban az első pillanatok között több néven is nevezik őket, akár kunnak, mint a magyarok is, vagy polovecnek, sárinak. A 13. században, amikor betelepültek ide a kunok, akkor egy nyugati török nyelvet beszéltek, amelyet Kipcsak vagy kun nyelvnek neveztek. És IV. Béla befogadja őket az országba. A kunok sokfelé mentek, délre, nyugatra, de így kompaktan egy nagy kun csoport csak Magyarországra terepedett be. Tulajdonképpen a mongolok kellettek ahhoz, hogy a kunok Magyarországon lejjenek hazára. De lássuk, milyen tényezők befolyásolták a letelepedés első szakaszát. Nagyon izgalmas és dinamikus évek és hónapok voltak ezek, ahogy a kunok beköltöznek Magyarországra 1239-ben. Egyébként a magyar király személyesen várja őket. Egyrészt a belpolitikai problémái miatt sem rossz az, hogyha egy komoly haderőt tud magáinak. Hát a kunok meg nyilvánvalóan jól jártak ezzel a beköltözéssel. Mit kér a magyar király a kunoktól annak fejébe, hogy itt maradhassanak? És milyen területre költöznek? Katonai nép volt, ugye mint nomád állattartó nép, és a katonai szolgálatukra volt elsősorban szükség. Az összes környező ellenségei, nem csak a mongolokkal szemben is, bármilyen formában a későbbi évtizedekben, sőt évszázadokban a kunokat, mint jelentős könnyű lovas hadtestet a magyar királyok felhasználták. A probléma ott van, hogy 1239-től egy-másfél éven keresztül ezek a kunok nem nagyon tudnak beintegrálódni. Hát azért most gondoljuk el, hogy egy-másfél év alatt nehéz is egy keleti sztyeppei menekült, kisemmizett embertömegnek lényegében integrálódni. Bizony letaposták a veteményeket, atrocitások történtek a kunok és a magyarok között, hát ahogy az lenni szokott. Az integráció nehézsége egészen 1270-es évekig tartottak. Ez olyan feszültséget ért el, hogy egy pápai legátus jött Magyarországra, hogy rendet teremtsen. Itt azért meg kell említenem, hogy a kunok, hogy ilyen komoly problémát okoztak, elsősorban azt kell mondanom, hogy a magyar királyok felelősek, ugyanis IV. Béla fiát Istvánt, a későbbi 5. István királyt, egy kun vezér, úgynevezett Szejhán lányát vette feleségül, aminek természetes feltétele volt, hogy keresztjén legyen, és ezt a hölgyet Erzsébetnek nevezték a keresztjén, ez a későbbi kun Erzsébet, és István és Erzsébet, a kun Erzsébet házasságából született a későbbi IV. Kun László király, aki tehát anyai részén félig kun volt. Tehát azt kell mondani, hogy a kun befolyás a királyi családba is így beszivárgott, és a nagyurak Kun Lászlóval szemben rengeteg kifogást tettek. A következőkben elsősorban a kun nemességtől várták el, a főuraktól, hogy keresztjénné legyenek. Ez meg is történt. A kun köznép körében pedig felszínesen, természetesen, de terjedt a kereszténység. Nem véletlen, hogy a magyar Alföld különböző területein, a Duna-Tisza-kizén, a Tisza-körös vidékén,
a déli temesi részen, a Maros temesi részen, tehát nagy folyók mentén telepítették le őket. Ugyanakkor ez az a terület, amelyet a mongolok is legjobban elpusztítottak. Ez, ahol itt állunk, Szankon, ez pont egy ilyen terület, ez pont a közepe annak, amit később Kiskunságnak hívunk, és magának a Tatereás pusztításának is itt lehet a legjobban megfogni. Házakba települnek, tehát a nemes sátraikat ott hagyják, mint a nomád életmód jellegzetes formáját, és ezek után ugye a törvény és az egyenség szép szót, de hát meg is kell tartani. Ennek ellenére ez a folyamat, a kunok letelepedése és krisztianizálódása, keresztényé válása nagyon hosszú évtizedet, hanem évszázadot vett igénybe. A korabeli viszonyokhoz képest teljes fokú autonómiát élveztek a kunok. A kunok belső ügyekben közvetlenül törzs és nemzetség főig uralma alatt álltak, és a király volt egyedül a főnökük. Voltak kiváltságaik, de ugye nagyon sok követelmény is volt velük szemben, például az, hogy vegyék fel a keresztény hitet. A ásatási leletek alapján mikor kezdenek ilyen szempontból integrálódni? Ez az a korszak itt a Kiskunságban, ami nagyon nehéz. Próbálják a kunok is a kiskapukat megtalálni. Hát egy csodálatos jelképe ennek a kun vezéri sírok, amelyek hát igazán nomád módra lóval vannak a teljes fegyverzetben a vezetők, a vezető réteg eltemetve. Női és férfi sírokat szintén a magyar régészet ismer, bár nem túl nagy számban. De még a 1260-as, 70-es években is látszik azért, hogy még a vezető réteg sem szívesen veszi fel azért a kereszténységet. 1700-as évektől tudjuk nyomon követni, mikor a Nemzetközi Keresztény Koalíció visszafoglalja a történeti Magyarországot, és kvázi felszabadítja a hosszú török uralom alól, és 1702-ben viszont az Habsburgok az új egész történeti Magyarországnak most már teljes területén új urai, a egykori kunság területét elzálogosítják és odaadják a német lovagrendnek. Most tulajdonképpen ez egy olyan folyamat, amelyik az igazi modern kun öntudatot megteremti, mert a kunok ekkor elhatározzák, hogy megváltják magukat, tehát pénzért visszaveszik az egykori területüket, és ez évtizedes óriás küzdelem után sikerült. 1732-ben az úgynevezett redempció visszaváltásban megkapják területüket és kiváltságaikat. Ezekből a megváltott területekből áll a mai kunság. Az integrációs folyamat legkézzelfoghatóbb jellemzője, hogy ma területi alapon vezethetjük vissza, kik is lehetnek a kun leszármazottak. Mi pedig folytatjuk Fehér Bencével, a Magyarság Kutató Intézet klasszika filológiai kutatóközpontjának igazgatójával. Jó estét kívánok önnek! Kívánok. No hát ugye nyilvánvalóan volt nyelvük a kunoknak, de tudunk-e valamit az írásukról? Volt-e írásbeliségük? Nem tudunk határozottat az írásbeliségükről, de elég valószínűnek tűnik, hogy nem volt. Az eurázsiai sztepe övezetben, a megelőző fél évezredben nagyon sok népnek volt írása, tehát ilyen alapon a kunoknak is elvileg lehetett. Abból a kiindulásból indult a kutatás, hogy bizonyára volt, de a mai napig nem sikerült találni ilyet, tehát elég valószínű, hogy mégsem. A mégsem, erről beszéljünk egy kicsit, mert azért vannak olyan nyelvemlékek, amelyek időről időre ugye azt mondatják a szakemberekkel, különböző szakemberekkel, hogy na, ez talán kun lehet. Vannak például rovásírás töredékeink, amiben azt is feltételezték, hogy esetleg kun nyelven íródtak, de aztán azt feltételezték később, hogy esetleg térítő papoknak a különböző feljegyzései, amivel próbálták valahogy a kun nyelvet a magyar rovásírás valahogy megjeleníteni. Erről mit tudunk? Hát először is a kun területeken nagyon elszórtan előfordulnak olyan leletek, amelyek írásjeleket, adott esetben rovásjeleket tartalmaznak, de ezek nem feltétlenül kunoktól valók, hiszen 11.-12. században is élt ott népesség, tehát nagy valószínűséggel ezek
többségét egyszerűen a még korábbi magyar lakossággal lehet kapcsolni, de ez viszonylag a legújabb kort, az utóbbi 40, sőt, tömegében az utóbbi 10 év fejleménye, hogy előkerültek 14. századi egyértelműen kun szállásterületeken levő sírokból olyan tárgyak, amelyeken valamiféle jelek vannak, amelyeket egyes kutatók rovás írásnak fejtenek meg. De még hogyha ez az is lenne, ugye ez egy eldöntetlen kérdés jelen pillanatban, de abban az esetben is, mivel hogy ezek a kereszténységhez határozottan kapcsolhatók, mivel hogy a keleti kunoknál a beköltözésük előtti régészeti kultúrákban nem találjuk párhuzamait, ezeket mindenképpen nagyon valószínű, hogy ezeket Magyarországon ismerték meg, vagy ezeket a jeleket a térítők hozták számukra, igen, a misszionáriusok. Az sem nagyon elképzelhető, hogy ugye két kun betelepülés van tulajdonképpen a tatárjárás előtt és a tatárjárás után. Az sem elképzelhető, hogy a tatárjárás után, amikor visszajönnek másodjára a kunok, ugye IV. Béla királyunk visszahívja őket, akkor hoznak magukkal valamilyen írásbeliséget, hiszen említő ön is, hogy azért a sztyeppén is számos nép rendelkezett ezzel. Hát a második betelepülésnél a kunok rosszabb helyzetben vannak, mint az elsőnél, hiszen néhány év hazátlanságon vannak túl, ami alatt ők inkább veszthettek az identitásukból, mint hogy hozzájárulhattak volna, és hát tudni kell azt is, hogy Magyarországra azért a nagy kun népnek egy viszonylag kis töredéke, nyilván a legszabadságszeretőbb, az identitását leginkább őrző töredéke jött be, de a nagy többség az bizony kint maradt a kelet-európai sztyeppén. És beolvadt nyilván a mongol, vagy hát az akkori néptöredékekbe. Mit mondhatunk például a kun mi atyánkról? Ez nem tudom, hogy mennyire hiteles nyelvemlék a kunoktól. A kun mi atyánk feltétlenül hiteles nyelvemlék, de nem maradt fönn korai lejegyzésben. Igazából akkor jegyezték le, amikor már egy tradicionális szöveg volt, amit a mondói igazából nem értettek, nem volt a számuk. Nem kunul beszélő emberek, hanem olyanok, akik csak imádkozni tudtak kunul. Ez szörnyű torzulásokhoz is vezethet a szövegben, tehát innentől egy tudományos rekonstrukció is kell, hogy ennek az eredeti hangalakját vissza lehet. De akkor eléggé csapda helyzetben vagyunk, ugye, hiszen valahogy rekonstruálnunk kellene egy népnek a kultúráját, ez a nyelv írásbelisége nélkül a nyelvet rekonstruálni például szinte lehetetlen, de azért tudjuk, hogy ez egy törökös nyelv volt. Van szerencsére kun nyelvemlék, csak nem a magyarországi kunoktól. A keleten maradt kunoktól, a Krím térségéből ismert a Codex Cumanicus, egy többnyelvű szójegyzék lényegileg, ami rengeteg kun szót megőrzött, és ebből a kun nyelvről elég biztos ismereteink vannak. A kun írásról viszont éppen nem mond semmi használhatót, mert az írásbeliséghez hasonló a kapcsolódó kifejezések azok arab-muszlim eredetűek benne, tehát azok valószínűleg a beköltözés után, a Magyarországban való beköltözés után kerültek az ott maradottak. Most említette, hogy a különböző tárgyakon, amelyeket az elmúlt évtizedben találtak meg, azért valamiféle jelek szerepelnek. Elképzelhető, hogy ezekből valahogy össze lehet rakni valamilyen gondolkodásmódot a kun írásról, vagy még ehhez kellene találni még további emlékeket? Én maximálisan szkeptikus vagyok ebben a szempontból. Én őszintén szólva nem hiszem, hogy ezek a jelek írásrendszert adnak ki. Ha mégis, akkor 20-szor, 30-szor, 100-szor többet kell feltárni ahhoz, hogy ezt kétnyelvű szövegek hiány rekonstruálni lehessen. Na most ugye szoktuk mondani, hogy nyelvében él a nemzet, és akkor azt látjuk, hogy a kun identitás, ugye a nemzeti identitás is identitás, a kun identitás mégiscsak él ezek szerint a nyelv nélkül, a jász identitás is, és a kun identitás is Magyarországon. Olyannyira, hogy aki oda költözik, azoknak egy része is azonosul ezzel az identitással. Mit gondol erről, hogy nyelv nélkül hogyan lehetséges ez, és mondjuk milyen emlékei, vagy milyen megtestesülései vannak ennek az identitásnak?
Hát a kunok két szempontból voltak szerencsés helyzetben, a magyarországi kunok. Egyrészt eleve a történeti körülményekből látszik, hogy egy identitásához mereven ragaszkodó népcsoport volt, aki ide bejött. Másrészt pedig egy mégiscsak hasonló kultúrájú, hasonló származású nép között telepedtek le, akikkel a nyelvüket elvesztve a kultúrájukat nem kellett teljesen elveszteni, az életmódjukat nem kellett teljesen elveszteni, így jobb esélyük maradt megőrizni. Egyébként ez kelet-európai viszonylatban egy ritka csoda, hogy nyelv nélkül megmaradjon az identitás, de a kunok ebben látnivalólag nagyon jól teljesítettek. Köszönöm a beszélgetést. Létezett egy köztársaság néhány hónapig 1918-19-ben saját újsággal, székhellyel és önálló közigazgatással. Az állam az államban, az ország közepén helyezkedett el. A köztársaság vezetőinek nagyra törő tervei között szerepelt, hogy az első világháborút követő káoszt kihasználva átvegyék a hatalmat. A kérész életű Kun köztársaság megalakulásának és bukásának Kassai Katalin járt utána. A kunok két lépésben integrálódtak a magyar lakosságba. Negyedik László idején állandósult jelenlétük nehézkes asszimiláció után. Identitásuk azonban olyan erősnek bizonyult még évszázadokkal később is, hogy 1919-ben önálló kun köztársaságot akartak létrehozni. 1919. március 20-án itt a Pesti Vármegyeházán rendezett gyűlésen alakult meg a rövid életű Kun köztársaság. Lássuk az előzményeket. Hová és meddig vezethető vissza az autonómiára való törekvésük a kunoknak? Pénz hiánnyal küszködik a török háborúk után a Habsburg ház, ezért aztán a német lovagrendnek ugye több százezer rajnai aranyforintért adják el ezt a területet. Az itt élőknek nyilván ez nem tetszik itt a jászkunságban, hogy ez megtörténik, és ezért már gyakorlatilag rögtön elindul egyfajta mozgalom. Rendben van, eladtatok minket, de mi majd kiváltjuk magunkat. Ez lesz ugye a redemció, az önmegváltás mozgalma. Kik voltak a redemptusok, ha már ezt a szót említette? Igen, a redemptusok voltak azok a gazda emberek, módosabb emberek, akik ebben a mozgalomban pénzzel tudtak segíteni. A redemptus mozgalom ugye magát csak a jászkunságot érinti, ugye a jászkun kerületet, amit később hívnak ugye hármas kerületnek is. Ez gyakorlatilag a jászság, a nagykunság, illetve a kiskunság. Én ugye elsősorban Halast és környékét, tehát ezt az alsó kiskunsági részt kutatom. Itt több mint 500 ezer rajnai aranyforintról van szó, amiből például Halas a 10%-át adja be, tehát 50 ezer rajnai aranyforintnak megfelelő összeget tesz le az asztalra a redemció révén, amit ugye 1745-ben Mária Terézia is elismer, és gyakorlatilag megkapják a jászkunok ezeket a kiváltságokat, és egy kiváltságos terület jön létre gyakorlatilag a Dunatisza középső részén, körülvéve vármegyékkel, tehát egy ilyen külön autonóm területté válik. A Jászkun hármas kerület, mint közigazgatásilag önálló terület az 1870-es évekig létezett. Megszűnése egy újabb szervezkedést indított, ami az 1868-as országgyűlésen is napirendi pont volt. A redemptus mozgalom már nem volt elég erős ahhoz, hogy kárpótlási igényüket érvényesítsék. Ez vezetett a 20. század elején újonnan feltámadt mozgalom megszerveződéséhez. 1918. december 18-án megalakult a Kun Nemzeti Tanács. Mi, szabad kiskunok, a népek önrendelkező jogának alapján elhatároztuk, hogy jövőnk sorsát magunk akarjuk intézni, és ezen célból kimondjuk a kiskun területek függetlenségét. Ez állt a kiáltványukban. Az első világháború utáni trauma az lehetett hatással erre az önállósulási mozgalomra, megtörekvésre? Hát, és nem kicsit, ugye, és nem csak maga a trauma, hanem az, hogy jönnek a példák. Egyszer jönnek ugye a nemzetiségek elszakadása is. Ezek is egyfajta kérész államnak néznek ki. A kunoknak megjön a kedve 1918 végén, 1918. december 18-án adják ki felhívásukat, hogy ők bizony el fognak szakadni, ők nem kívánnak a Károlyi kormányzat alatt működni, ők látják azt, hogy itt valami bolsevik uralom fog majd képződni, ők ehhez nem akarnak hozzátartozni. Az a zűrzavar, ami 1918-ban hazánkra köszönt,
egy lehetőséget teremtett. Igaz, ekkor már a függetlenség és a kiváltságok mellett ott van a bolsevizmustól való menekülésnek a lehetősége is. Egy kicsit mindig finomodik maga a mozgalom, tehát eleinte nagyon radikálisan jobboldali és ilyen militáris mozgalomnak mondanám, tehát konkrétan már Budapest ellen készülnek, tehát hogy már fegyverkezni is akarnak. Ugye itt a MAG terület az Kunszentmiklós, ott ugye a legerősebb a kun identitás, a kis kuni öntudat és a redentus tudat, és hát ugye két család, a Förster család, illetve a Baki család az, amelyik elindítja, és számos gazdát maga mellé állít ez a család. 1918-ban ez a kun köztársaság létrejött, mint lehetőség megvalósulni látszik, akkor bizony gyakorlatilag egy 20 fős birtokkal, nagy területtel rendelkező csoport az, aki a mozgalmat elindítja, Baki Lajos, Baki Miklós személyében, akik később nyilvánossá is teszik, és igazából a konfrontációt 1919 legelején a kommunistákkal ez okozza, hogy itt semmilyen anyagi javaknak a lefölözése a részükről nincs célként kitűzve, viszont menekülnének egyrészt a Károly Mihály fémjelezte impotens magyar kormánytól, illetve a későbbiek során ugye a tanácsköztársaságtól. Elsősorban a felhívásokkal operálnak, próbálják magukra felhívni a figyelmet, és hát újra felmerül az, ami a dualizmusban is felmerült, hogy kérnek kárpótlást. Összehívnak ide a Vármegye házára egy gyűlést, és hát kvázi meg akarnak alakulni. Tehát, hogy a nyilvánosság elé álljanak. Nagyon sok minden felmerül, hogy ki legyen itt a vezető. Itt van az alakuló ülés, a nevileg Aponyi Albert, aki ugye Jászberényi körzetből való nemzetgyűlési képviselő. Volt ráció egyébként ebben az államalapításban? Ezek kérészéletű, tiszavirág életű próbálkozások, de ekkor, ha belegondoljuk magunkat ebbe a történelmi szituációba, bármi lehetségesnek tűnt. Mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag törvényszerű ezeknek a kérészállamoknak a bukása? Abszolút, hát ez bizonyítja ugye nagyon sok kutatást, nagyon sokan kutatják a kérészállamokat, úgyhogy hát ez látható az, hogyha nincsen egy külső segítség, nincs egy külföldi segítség kvázi, nincs egy anyaállam, ami befogadja ezeket, akkor gyakorlatilag semmi esélye nem lett volna. És hát ugye a Kun köztársaság, vagy Kun nemzeti tanácsnak meg még ez volt a peke, hogy nem volt annyira közel, mondjuk anyaállamhoz semmiképpen nem volt közel, de még a határhoz sem volt túlságosan közel. Mi lett volna, ha ez tényleg bekövetkezik? Tehát például tényleg fegyveresen megtámadják Budapestet és elfoglalják. Ez létrejöhetett volna, és ha igen, akkor mi történt volna? Hefti Richard, aki egy ilyen felvidéki, szepességi, pozsonyi családból származó tiszt, ő kezdi el ezt a katonai összeköttetést szerbekkel, Szabadkán tárgyalnak. És hát a szerbek szállították volna a fegyvereket, tehát már ez is egy ilyen nagyon problémás dolog. A szerbek árajánlata túl magas volt, nem sikerült összeadni a pénzt, és hát én szerintem még katonájuk se lett volna valójában. Tehát valószínűleg, hogyha föl is tudnak valamiféle 100 fős kis csapatot állítani, egy századot, azzal se sokra mentek volna. Itt az ország kellős közepén ez az önállósodási próbálkozás sokkal merészebbnek, ugyanakkor sokkal esélytelenebbnek tűnik, de önmagába véve, ha bejött volna az akció, és mondjuk sikerül a Károlyi kormányt megbuktatni, mint ahogy aztán később a résztvevők is a 20-as években nyilatkoztak utólag, gyakorlatilag lehet, hogy a tanácsköztársaságtól és a 133 napos rémuralomtól, kommunista rémuralomtól menekült volna meg a magyar társadalom. A kérészállam 3 hónap után megszűnt. A mozgalom vezetőit letartóztatták, majd később szabadon engedték őket. Baki Miklós, a köztársaság legfőbb vezetője, utólag 1927-ben úgy nyilatkozott, hogy az volt a legfőbb céljuk, hogy bekerítsék Budapestet, elfogják Károlyékat és átvegyék a hatalmat, ami, mint tudjuk, nem következett be. A folytatásban vendégem Hídvégi Norbert családfogadó. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket! Na hát, mit tesz, hogyha valaki önhöz fordul, hogy nézze meg, hogy kun származású-e? Vannak-e valami csomópontok, amin el lehet indulni? Hát a kun származást általában területi identitás szerint vesszük, hogyha valaki a kunságból származott, akkor azt kun identitásúnak
szoktok venni. Hogy lehet ez származási hely, az elég, vagy azért jó támpontot nyújt az például, hogy kinek mi a neve, vagy nincsenek jellegzetesek kun nevek, vagy mégiscsak vannak? Hát nincsen, mert ugye amikor családnevek kialakultak, hogy a kunok, amikor bejöttek Magyarországra, nem voltak még családneveik, és ugye a társadalom, többségi társadalomtól kapták a családneveket, így teljesen ugyanazok a családneveik, mint bármelyik magyar családnak. Ami árulkodó lehet, az például még a kun, mint családnév, de ez sem minden esetben igaz. Például a Kiskunackháza környékén az olácigány közösségekben is van a kun, mint családnév. Illetve hát Kun Béláról is tudjuk. Sokan magyarosították is erre a névre, igen. Igen, vezetőjéről. De most azért genetikailag ennek utána lehet valahogy járni. Ugye ez a családfogkutatásnak egy eléggé speciálisága a genetika, de olyan módon azért valahogy vannak valamilyen támpontjaink a genetikában? Hát én, amivel a családfákat rekonstruálni szoktam, azok általában a anyakönyvi források és az egyéb levéltári források, a genetika által azzal én igazából nem az én szakterületem. Értem. Családfakutatásra milyen forrásanyagai vannak egyébként, például ilyenkor mondjuk a kunok esetében? Hát az elsődleges források azok az anyakönyvek, a állami anyakönyvek, amit 1895. október 1-től kezdtek elvezetni, vagy pedig visszafelé az egyházi anyakönyvek, amik akár még a 17. századból is felelhetőek bizonyos települések esetén, amit ugye később az állami anyakönyvekkel vezettek tovább 1895 után. Meddig lehet visszamenni ilyen eszközökkel? Hát a legjobb esetben az 1600-as évekig lehet visszamenni, ahol van anyakönyvezés, vagy például 1700-as évek elején kezdődött egy anyakönyvezés, és egy halotti anyakönyvből visszatudunk esetleg oda jutni, hogy 1600-as évek végén született egy személy, és de a leggyakoribb az a 250-300 év, amíg lehet. Igen, ráadásul azt mondhatjuk, hogy itt az országnak a közepét a legjobban pusztították a török háborúk. A törökök is, meg az úgynevezett felszabadító hadak is. Tehát, hogy itt aztán tényleg nagy esély volt mindennek az elpusztulására. Nyilvánvalóan teljesen más a helyzet, mondjuk felvidéken, olyan területeken, ahol a háború kevésbé jártak. Hát, hogy most ha Erdélyt veszük, akkor ugye a 20. században ott hatalmas iratanyag pusztulás van, ahogy a felvidéken is, ugye a két világháború, a Ceausescu rendszer és egyéb tekintetekben. A mai Magyarország területén sokkal jobban megmaradtak az anyagok. Amik általában, ahol pusztítás lehet tapasztalni, az például a templomok felé égetése, vagy például nem megfelelően kezelték az anyakönyveket, olyan helyre tették, ahol dohos volt, vagy árvíz sújtotta, ilyen dolgok miatt azért vannak anyakönyvi hiányok több helyen. Értem. Ön dolgozott ilyen kunsági családfán, ugye? Igen, többször is. Ugye itt Bácskosútfalva például, ugye ez délvidéken van, tehát a mai határon túl, no de ugye oda telepítettek a 18. században külön embereket, be kellett telepíteni ezt a területet. Valahogy azért sikerül felgöngyölíteni mégis ezeket a családfákat? Milyen nehézségekbe ütközik? Hát hogyha Bácskosútfalvát említjük a délvidéken, ott például olyan nehézségben ütköztem, hogy az a konkrét személy, akit én keresek, egy névadóágon pont, azt a személyt nem anyakönyvezték, ugyanis akkor született, amikor volt az áttelepülés. Így ő valahol megszületett, és akkor nem anyakönyvezték be se a kunságba, se Bácskosútfalván. És így nagyon nehéz rekonstruálni a családfát. Ugye a szolnoki levéltárban találhatók városi iratok, ami alapján még lehet tovább kutatni. Ezt úgy tudjuk elképzelni, mint most ilyen önkormányzati jegyzőkönyvek, ahol leírták, hogy milyen események történtek. Értem. Na most ugye vannak azok a jegyzőkönyvek is, amelyek 1740-es években születtek, amikor a visszaváltás történt meg. Ott nem tudom, hogy anyakönyvekben is történt-e bejegyzés, vagy a jegyzőkönyvekben lehet utána nézni, mert ott, ha jól tudom, akkor a nevek szerepeltek, azoknak a családoknak a nevei, akik ezt a pénzt kifizették. Igen, hát az anyakönyvek igazából sokkal nagyobb forrásanyagot nyújtanak ebből a redemcióból. Adódóan, ugyanis a családokhoz felírtak, hogy kik voltak azok a redemptus családok. Hozzáteszem, hogy van olyan eset, mikor valaki redemptus család volt, majd később nem volt, majd később már nem jegyezték föl, de hogy menjünk vissza fel az időben, akkor ez így valahogy mindig előjön. És akkor így az alapján be lehet határolni, hogy ki volt redemptus, ki nem. És így ez a jászoknál és a kunoknál is tulajdonképpen használható módszer lehet arra, hogy a jász vagy a kun identitás vagy származást megmutassuk, vagy ez egyszerűen csak a területet jelenti?
Hát ez lehet egy viszony, ez lehet egy alapja annak, hogy aki Redemptus volt, az jász vagy kun származású, én konkrétan édesanyja ágán jász származású vagyok, és a jászságban is, vagy a kunságban nem feltétlenül mindig az volt a Redemptus, aki tényleg kun vagy jász származású volt, hanem akinek volt elég vagyona, ő is vehetett területet, és akkor így bekerült a Redemptusoknak a névsorába, de azért ez elég ritka volt. Értem. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is. Bár kunul nem tudunk köszönni, néhány a kunokhoz eredeztethető néprajzi emlék életben tartja az identitást. Lássuk, a kiskunság és nagykunság milyen örökséget rejt. Szankon vagyunk, a Kiskun emlékhely a kunoknak állít emléket. Itt a régészet vagy a néprajz segítségével 800 év történetében barangolva olyan kérdésekre kaphatunk választ, hogy a 21. században miért van jelen, vagy éppen mit jelent a kun öntudat. Hiánypótló helyszín, hiszen a kunok történetében, akik azért nagyon meghatározói voltak egy időben, nem csak a Kelet-Európa történelmének, de a magyar történelemnek, és hát ugye azért a mai magyar népességnek az egyik fontos komponensét adják, és persze teljes mértékig integrálódva már, hiszen azért nagyon kevesen köszönnek kunul a mai napon. Néhány olyan leletet, régészeti leletet hoztam, ami egyértelműen a nomád harcmodorhoz, illetve hát ugye ez az időszakhoz köthető, ami nagy valószínűséggel kun, illetve hát a mongol hadseregnek a hadászati eszközei. Ez nagy valószínűséggel egy kun kengyel, lehet látni ugye egy ível talpalójú kengyel, ez itt a talpaló ilyen széles, hát ilyen puhább talpú csizmákra, tehát egy tipikusan ilyen keleti ruházathoz van ez kitalálva, és ezek az ível talpalójú kengyelek egy elég általános leletei egyébként a kun vezéri síróknak is, illetve hát magának a korszaknak tudjuk, hogy a magyarok nem nagyon használták ezt az ívelt talpalójú kengyelt ebben az időszakban. Milyen hegyek is vannak? Igen. Hát igen, ugye mint a legfontosabb harci eszköze a nomádnak, az ugye az íj és a hozzátartozó nyílhegyek. Na most nem csak egy típusú nyílhegy volt, hanem számtalan nyílhegy típus volt, de hát ez nem volt másképpen ugye a kunok esetében sem, illetve hát egyetlen keleti nép esetében sem. A nyílhegyek azok különböző funkciókat láttak egy különböző hadműveletekhez, fegyverzet ellen, vagy akár ugye a vadászathoz is. Ez pedig már az egykori Kiskun kerületi székház, Kiskun Félegyházán. Itt található ma a Kiskun Múzeum. De hogy mit jelképez és hogyan tartja fenn a kun identitást, arról már Mészáros Márta igazgató mesél nekünk. Félegyháza 1753-ban nyerte el a kerületi központi hely lehetőségét, és akkor építette a kerület tömlöcét, majd pedig a székházát, és ez a jelen épületünk 1794-ben épült. A múzeum 1902-ben a gimnázium gyűjteményéből jött létre, kimondottan azzal a céllal, hogy az egykori történeti Kiskun kerületnek az emlékeit, illetve Félegyháza emlékeit őrizze. Arra törekszik az itt lévő múzeum és annak kollégái, hogy az egykori történeti kiskunság, az egykori kun identitásnak az erősítését tudjuk itt bemutatni, éltetni és közösséget teremteni. A gyűjtemények által ugye valamilyen fajta történelmi és néprajzi ismeretet szerezhetünk, de ugye nagyon fontos, hogy egy olyan hagyományról van szó, vagy egy olyan identitást próbálnak életbe tartani, aminek nincs nyelve, ami az egyik legfontosabb identitásképző elem. Hogyan lehetséges? Hát a kunok földjén vagyunk, az egykori a mai Kiskun kerület, ugye az az egykori kun szállásoknak a helye. Kun nyelvemlék valóban nem maradt fönt itt a kiskunságnak a déli részén. Kunszent Miklósból maradt meg egy nyelvi emlék az egykori mi atyánk kun nyelven, és igazából ez az egy emléket őrizzük és a rendezvényeken, ahol lehet, ezt mondjuk el. De a múzeumban a tárgyak mesélnek. Én úgy gondolom, hogy egyre többet tudunk róluk, mind a viseletükről, életmódjukról, és természetesen a harcmodorukról, ami egy kicsit azért, illetve nem kicsit azért hasonlít a honfoglaló magyaroknak az életmódjához és harcmodorához. Én úgy gondolom, hogy ezért is állnak közel hozzánk a kunok, hiszen 300 évvel később, ha
hasonló módon érkeznek a Kárpát-medencébe, mint mondjuk korábban a honfoglaló magyarok. A kereszténység felvételével pedig teljesen beilleszkednek. Nagyon erős hagyományteremtés van, ami már körülbelül 30 éve tart itt ezen a vidéken. Az egyik ilyen nagyon komoly közösséget összefogó, hagyományteremtő céllal létrejött program, ami a három kerületet összekapcsolja, hogy ugye a kerületek élén egykor a kapitány állt, aki mint hivatali személy az első embere volt a kerületnek, bírája, ítélethozója, vezetője. Ma a Kiskun, Nagykun és a Jász kapitányok egy ilyen szép ceremónia keretében való megválasztása, beiktatása és a rendezvényeken való szereplése már egy jelképes funkcióval bír. Eddig a Kiskunokról, azaz a Kiskunságról esett szó. Utunk végén a Nagykunságba érkeztünk. A Karcagi Múzeumban több mint 5000 anyagból álló vegyes néprajzi gyűjteményt találhatunk. Kutatók, tudósok is sokat segítettek abban, hogy létrejöjjön egy identitás őrző intézmény, hiszen a múzeum, a magyar múzeumok nagy része, ha megnézzük, a vidéki múzeumok legalábbis, pont azért jöttek létre, hogy azt a tudatot megőrizzék, illetve azt a hagyományt, ami arra a településre jellemző. Ma is úgy mondanánk, hogy elég zárt közösség volt. És valószínűleg emiatt is alakult ki az a konokság. Ezt is szokták rájuk mondani, hogy vastagnyakú kálvinista és konoknép. És talán én, mint ugye nem kun származású, annyit tudok mondani, nem annyira konokok, mint inkább büszkék a hagyományaikra. Mindenki hagyott maga után valamit, és az befolyásolja ugye a népességet. Tehát ezek egy kicsit úgy kéz a kézbe jár. Igen, és pontosan ezért van az, hogy igazándiból nehéz megmondani ma már, hogy ki az igazi szint tiszta kun. A lakásban, a bútorok között ugye alapvetően ládák vannak, és a ládákban tartották a ruhától kezdve a legfontosabb, ugye a falitékákban voltak a legfontosabb iratok, amiket beépítettek vagy felakasztottak. Szekrény ilyesmi nincsen. A szekrény majd csak később alakul ki, mert hogy ugye a ládában könnyebben, például ez is egy nomád hagyománynak az eredménye. Tudjuk azt, hogy voltak az ácsolt ládák, meg a könnyen szétszedhetős ládák, azokat is vitték magukkal, de ezek a ládák, ezekbe pakoltak mindent. Szekérre könnyen volt fölpakolni. Egy család, amikor ugye a jótát szétszedte a nomád korszakból, akkor ilyen dolgokat könnyebben tudott pakolni. A viselet az egyik azok közé tartozik, amit a legkorábban kivetköztek magukból, hiszen ha megnézzük itt a rekonstrukciót, a harcos rekonstrukcióját, akkor a kaftán volt jellemző, meg a csizma, de ez egy idő után ugye funkciótlanná vált, és az alföldi viselethez hasonlóan, a más viselethez hasonlóan alakult. És a történelmi idők során alakult a viselet úgy, ahogy alakult. Viszont volt egy pár olyan a férfiaknál, ami ugyan alföldi viselet, a különösen pásztoroknál, a cifraszűr, de ez nem csak alföldi, hanem kunsági is. A cifraszűrről minden településről meg lehetett mondani szinte, hogy melyik településen készült. Mindegyiknek más volt a mintázata, a díszítése. A magyarok az államalapítás utáni évszázadokban sikeresen integrálták a keletről betelepülő pogány katonai segédnépeket, a kunokat. Bár kultúrájuk nem virágozhatott sokáig, hála a 90-es évek hagyomány újjáélesztésének a kun identitás nem vész feledésbe. Önök az M5 históriát látták, műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon és a YouTube-on is. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!